Megtelt a művelődési központ kamaraterme, nagyon sok pedagógus, terapeuta és szülő is elfogadta a meghívást az országos konferenciára, amelynek először adott otthon Cegléd. A szervező a 11 éve működő ADHD Magyarország Alapítvány, amelynek célja, hogy felkarolja a hiperaktív, figyelemzavaros, autizmussal élő gyerekeket és családokat, valamint igyekeznek segíteni a gyógypedagógusoknak. Büszkeséggel tölt el az, hogy Ceglédre sikerült elhozni ezt az országos konferenciát, lévén most már ugye, hogy a székhely is Cegléden van, és bizony nagyon messziről is érkeztek, tehát ez nekem azt jelenti, hogy igenis nagyon fontos a téma, és érdemes vele foglalkozni. Nagyon-nagyon hálás vagyok a Ceglédi Önkormányzatnak és a Művelődési Ház intézményének, mert a legnagyobb támogatást, a legnagyobb segítséget tőlük kaptuk. Alpolgármester asszony közvetítésével és Détári Lukács Ági közvetítésével. Az ADHD nem válogat. A világ fejlett és kevésbé fejlett országaiban is nagyon sok felnőtt és gyerek küzd a figyelemzavarral, tanulási nehézséggel, hiperaktivitással. A szakmai konferencia kiváló lehetőség, hogy segítsék a fejlesztő pedagógusok munkáját, és persze a szülőket is, mondta köszöntőjében az alpolgármester. Aki értő és megértő környezetben segítőkkel körülvéve vívja meg a maga harcát a betegséggel, sok-sok munkával, kitartással felül tudnak kerekedni figyelemzavarokon, kiemelkedőt is alkothatnak, akár a tudományok, a művészetek világában, vagy a sportban. Magyarországon a becslések szerint mintegy 100 000 gyerek küzd ADHD-val. Ha ezeket a gyerekeket nem megfelelően kezelik, fejlesztik, könnyen elmehetnek a bűnözés irányába. Ellenkező esetben viszont értékes tagjai lehetnek a társadalomnak. Próbálunk minden évben erre ajánlásokat adni, ugye, hogy a gyógypedagógus képzést is úgy kellene fejleszteni, meg a pedagógus képzést is, hogy az alapképzésbe kaphassanak valami pluszt, tehát hogy tudják azt a pedagógusok, hogy ezt hogy kell kezelni, hogy eszközöket adjanak a kezükbe, és nekünk ez a feladatunk, hogy folyamatos továbbképzéseken a pedagógusoknak adjunk olyan eszközöket a kezébe, amivel ők tudnak ezekkel a gyerekekkel bánni, mert hogy az a baj, hogy sokan fel sem ismerik. A figyelemzavaros, hiperaktív gyerekek dicsérettel kiválóan fejleszthetőek, tette hozzá Hajdú Ágnes. A konferencián több elismert, sok éves tapasztalattal rendelkező szakember előadását hallgathatták a résztvevők. Egyebek között Szejzel Barbara, dr. Páli Judit és Farkas Gergő is a korszerű módszertanokról beszélt. A konferencián elhangzott az is, jövőre Cegléden tanoda programot szeretnének létrehozni.